távcsöves puskára az is lehet scope, nem tudom. Mert meg is az is egy attachment, hogyha ráakasztok egy szatyrot, nem most... Lényegében... Lehet, hogy náluk tudjátok, izé van, lehet, hogy egy meghatározó szó van, scope, és az bármilyen attachment, ami a Iron Sight-ot helyettesíti, az sight, mint irányzék elvileg. Ja, de látod, a scope-okat besorolta a sight-ok alá. A sight-ok alá. Ez is érdekes, mert nyilván mint irányzék, de nem baj, mert ott van még egy, oda még a seggbe lövöm, aztán meg vagyunk. Nincs probléma. Átjöttek inni amúgy, ahogy néztük, emlékeztek? 9. Milyen messze vagy? Na kutya rigó, kapod füledbe a zajt. Nem, szerintem tényleg az van, hogy náluk egy szó szerepel erre az egészre, és gyűjtőfogalomba. Minden, ami nem diffuse Iron Sight, az nekik scope. Csak hát most én ezt nem tudhatom, mert nem oda születtem. Hát nem tudom, mert így alap Iron Sight-tal, hát 50-nél ne legyen azért messzebb, úgy vagyok vele. Basz meg. Bebújok ide a bokorba. Nem kapkodom el, mert itt, mert már közel vannak. Szaflanút, szia-szia, jó estét! Bokor vagyok. Nem, most olyan hetem van, mindenbe belekötök. És félreértés, Tamesség, nem mindenkiben, hanem csak mindenbe. Határozom meg, úgyis milyen messziről lövök, hogy milyen messziről fogom látni, mert most 150 méterre arra nyögdécselnek. A szél az jónak tűnik amúgy, nem? Száz méter. Ez már közelítünk, már itt lesz. Rúgj a pofád. Aha. Ott jön, 50 méter, jó napot, gyere! De, haver!
Ez sem megy már sehova. De hogy jött a fa mögött, mi? De várjál már! Becsináltak rajta, mert ilyenkor, amikor ilyen féloldali tüdőt lőttünk artériával, akkor el szoktak szaladni. Oké. Ez kész, és ezt hova kell leadni, srácok? Sehova. Arrest a male elk with a shot from 100 meter or less. Oké, ez a következő küldünk. Ami azért érdekes, mert hogy ide adta be. Na. Következő helyszín. Először szétnézünk. Sőt, először azt nézzük meg, hogy az enciklopédia szerint ezek a víz környékén kell, hogy legyenek ilyenkor. Oké, nagyon jó, és ez azt jelenti, hogy ide vagy ide. Itt lesztek szerintem valahol, valamelyik oldalon, oldal környékén. Tuti. Víz közelbe lesznek ezek. Ó, várjatok, engedek le a redőnyöm, mert csillog a fejem, baszki. Most néztem a kamerát. Na, így most már így is csillog, csak nem annyira. Így is bohócot láttak, csak nem akkorát. Na. Star, az. Várjál, jó, nem, elmentek. Egyébként ez így jó, mert megvan a nyomuk, le kell követni, azt meg is vannak, úgyhogy ez sokkal jobb így. Ha úgy nézzük. Kétszáz méteren vannak. Állítólag. Ezeket mindenképp csalogatni kell, mert 100 méteren belül kell lelőnöm.
De a játékot teljes átéléssel játszol. Jaj, csak nem tudom, szar hetem van azt a Solstice-nél, nagyon izé, nem szólt volna annyira elragadtatnom már magam. Kicsit sajnálom, mert egyébként nem lenne rossz játék. De az is tény, hogy mindenben nem tudok érvényesülni. Érdekes, hogy nálam tökre ezért függő ez ilyen... Néha van pár havonta egy olyan hetem, amikor teljesen mindegy mit játszok, semennyire nem fog menni. Mondjuk az az igazság, engem triggerelnek az ilyen scoreboardos szarok, nem szeretem. És lehet az a baj, hogy látom, hogy lepontoz Iron, mit tudom én, azt onnantól kezdve már elkezd felmenni a pumpa. Way of the Günther, szia Mamut! Ó, várjatok! Jön egy sós kazán. Mr. Mamutunknak egy shoutoutot betolok, mert... ...e kell az. Na gyerünk! Mi újság van, Mamut? Nem streamelsz ma? Vagy később majd? Na, készítem magam fejbe a kodra egyébként, lehet nem azért vagyok ilyen fókuszálatlan szar. Szerdánként pihensz. Holnap már erőteljes Modern Warfare 2-zés lesz. De hát úgy értettem a pihenés, hogy a streamet pihenteted. Tőkfaragó készletet. Amikor ezt játszotta, akkor nagyon rá volt indult, de nem volt türelme hozzá. Hát igen, ez tényleg nagyon türelemjáték. Tökfaragás majd októberbe. Ja, kösz szépen! Itt leszek valahol amúgy, erre vonultak át a dögök. Itt legalább felfedezünk egy új evőhelyet, mert itt szerintem még nem voltam én. Tipre. Nagyon jól indult az egy is, komoly volt persze, nem egy Tarkov, de ismét meg kellett felelni a tömegnek. Mondhatni Fortnite-osodott. Mert azért mondod Jimmy a Modern Warfare, tehát holnap megnézzük, hogy milyen. Kíváncsi vagyok. Hangot egyelőre, de nem baj. Nullás karakterre farba lődözött mindent, és szaladgált, nem is volt eredmény. Hát azért nem irigylem baszki, mert ott vannak a... Mert azért kurva sokat kell streamelni ott is, mellette ugye ott azért a tartalom az már minőségi, megvágni, mit tudom én, összedni az anyagot, összekészülni rá, ugye mellette a hardveres rész, akkor folyamatos kontaktot tartani a szponzorokkal, a mit tudom én, kis pistákkal, mindenkivel, hát... Valamilyen szinten megértem, hogy siet. Mert
Ez se könnyű csinálni, amiben én vagyok, amiben én tartok most, megmondom őszintén, itt is egész napom elmegy arra, jó, mondjuk én sokat is streamelek, de a videóvágások, és nem is profi módon, hanem amatőr módon, de el tudom képzelni, hogy mi lehet ott. De egyébként én is úgy vagyok, hogy pár játékot, mert most sokat vállaltam ebbe a hónapba, és hát a kb. A játékkészlet, ami fel volt írva, a fele az refundra ment, mert egyszerűen jó, anyagilag is azt mondom, hogy azért annyit nem lehet bírni, de én szerintem ezt ezen is nekem fejbe változtatnom kell, hogy ne akarjak mindent lestreamelni, hanem egyszerűen ami nem triplá, azokat kicsit, hogyha nem annyira ered. Például az egyetlen, ami nagyon tetszett, és lestreameltem végig, és nem triplá, az ugye az Steel Rising, az nem volt rossz. Igaz, az elég könnyű játék volt, de nem is voltak benne akkora hibák. De jövőben majd azért meg fogom nagyon válogatni most már, hogy mit rakok be a stream lista közé, az újak közül, mert nem lehet mindent. Ez tény. Ezeket a domb, ez nagyon rossz helyen van nekem. Száz méteren belülre kell csalni egyet belőlük. És mindegy, hogy miért. Ja nem mindegy, mél kell, mél. Nem, a heavy build az nagyon könnyű volt. Szerintem feljönnek a dombra. Megvárjuk. Igen, az például már semmi más nem csináltam, bemértem a helyzetét, hogy kb. Mikor ér be a droid, aztán addigra felcsárgyoltam egy ütést, ez beleszaladt lényegében. Mi a fasz van? Nem merek be ezek előrébb menni, mert lehet, hogy már baktatnak fel a dombon, vágod. Szóló game lesz, vagy... szerintem a szólózni fogjuk, mert azt beszéltük, hogy mind a ketten azt letoljuk szólóba. De hát a kod az úgyis sokat fog menni, úgyhogy azt meg ketten toljuk a... Ott is megpróbálunk a kodba, igazából azt beszéltük, hogy inkább valamilyen taktikai alapon, hogy ne az a eszetlen ugra-bugra lövöldöző cucc legyen, ami ugye általában szokott lenni, kicsit valami taktikai alapot belevinni. Bár tudom, egy árkád játékban IRL taktika az nem nagyon működik annyira, de még akár működhet is. Ja, én is whisky meg rubofen akarom mondani,
nagyon csend az a baj, srácok, és itt vannak a dögök. Izom kell. Nem, kempelni nem fogunk szerintem. Persze attól függ, hogy a játékmód milyen, mert mondjuk egy Search and Destroy-ba nyilván, hogyha te védekezel, akkor az a dolgod, hogy kempelj. Ugye a Search and Destroy műfaj, ugye vegyes műfajt fogunk majd játszani véglegesbe, hogy beleszipálva minden játékmód, és akkor így rotálódik. Hol vannak ezek a dögök? Abban semmi hangot nem adnak ki, azt valahol itt cseszi őket a rosebb szerintem. Jó napot! Jöttem a bőrér meg a húsér, hol van? Alerted. Most kell várni. Na ezt nem fújom meg, mert ezzel most rábaszok. Most fújom meg. Ezek nem hülyék, hallod? Marad szar helyen vagyok. Azt nem tudom, hogy akkor miért beszélek halkabban, baszki, mint ha ott lennék. Suttogok a mikrofonba. Aztán a kategóriát se írtam át. Awesome. Ott vannak. Hát meglátjuk úgy is, persze. Túl messze van a haver. De kell csalni őket, basszus! Gabon, szia! Köszönöm szépen a csírt! Nagyon szépen köszi a csírt! Na majd mindjárt várjatok, oda kimegyek a szélére. Ez olyan, mint a kirőgném őket, nem? Egycsillagosak ugye, bár. Egy olyat fogok kilőni belőlük, csak 100 méteren belülre kéne neki jönnie.
Ez itt nagyon jó pozíció egyébként, hogyha megindul befele. Gyökérke majd. Az a baj, mert kívül van a lőtáv, mert a lőtávon nincs kívül, csak a meghatározott lőtávon van kívül. Oké, jönnek erre befele. Ez 43 méterre van, túl messze van. Nem nagyon akarnak erre jönni, az a problémám, semmi más. ...150 méter, 130, 140. Néznek erre, csak az kevés nekem. Az olyan medve. Húzzak előre 50 métert. Vannak ám hangok. Oké, elindultak erre. Ha jól látom. A francot jobbra mennek. A szél egyébként nekem kedvez, ez tök jó. Viszont nem mennek el, az is már valami. Csak ugye szerintem ezek is nézik, hát hogy domboldalból jön a hang, és hogy honnan. Mert meg itt van mellettük még 200 méter. Jó lesz. Most már jönnek erre. Az a baj, hogy a másik hang az izét. Ja, de az is méltad, várjál. Igazad van, meg kell próbálni. Mél. Mi a fasz? Azt hittem, az első az a female-eket hívja. Ja, mert lehet, hogy a kondíciójuk nem olyan, és azért nem jönnek rá.
Hát de baj, 120 méterre van, és ez nem jó. 120 méter az nagyon nem jó nekünk, 100 méteren belül kéne legyen. 120 méter. Na, ő lesz az. Ő lesz, ő bejön. Ő kemény. Száztizenhárom. Ne sikíts, gyere! Itt vagyok. Gyere, Bodri! De jó meccseltek, láttátok, hogy üvöltött? Szegény. Azért sajnálom ám. Százkettő. Száz méter. 99. Még várjunk egy kicsit. 98. Ne siessél, nem futunk sehova. Ott ballaga. Persze majd még menj el, nem? Normális. Jó, hát ez biztos, hogy megvan. Már csak le kell követnünk. Remélem, jól számolt a tápcső. Mert ha nem, akkor az baj. Szerintem még a medve is elköltözött most egyébként, így hirtelen. Erről az jutott eszembe, hogy mi a tehén, mert nincs kalap a fején, lól. $562 ér. De hogy miért csak hunting rating 4, ezt nem vágom, de mindegy. Oké, okay, beadta, meg vagyunk. Meg vagyunk. Beadta. Azt mondja, forest, I need you to search my favorite area. Report anything usual to me. Oké. Okay. Kedvenc helyét kell így bejárni.
Investigate the elk areas highlighted on the map. Oh, bazd. Oké, ezen a területen kell 5 darab elkes ilyen helyet megtalálni, ugye kaja, pihenő, meg ilyenek. Nem, nem az ott idő volt. Tüdő. Oké, srácok. Visszafele megyünk az úton, azt annyi. Na, megjöttünk. Keressük akkor az elkes spotokat. Azt meglátjuk, hogy mi történik. Ezért kerül sokba a kötelező. De legalizélyek, azok hogy állnak? Berkek. Nem sokára ez megvan. Milyen az a prone stance? Ugye ez nem a kúszás akar lenni a prone stance. Ne hülyék ezek? 7 kilométert kúszva. Még lehet azt fogom azt mondani, van ilyen autó, hogy mielőtt elkezdenek, berakom a palit kúszni a sarokból, aztán hadd menjen. A faster rate of life regeneration, hát ez nem a Modern Warfare, de nem kell ilyen, minek? Na ez viszont nagyon jó, ehhez mi kell? Complete Idaho Collectibles. Idaho Collectibles, ez micsoda? Extended space for animal trophies, az mindegy. Transzilvánia kell hozzá, Cell 30 Cold Animals. Third level calling. Bonus to sway, scant visibility and noise reduction while in a stand. Na ez igen. Hit hurt. Hitter lung. Artery 50 times. Bazzeg. Na látjátok? Ez elég komoly, ez a legjobb ilyen perk. Hogyha állva vagyok, akkor 30% bónuszt ad a láthatóságra, a zajra, meg ilyenek. Az elég erős. Viszont úgy kell megölni 50 darab állatot, hogy a szívet, a tüdőt és az artériát egyszerre kell. Na ez kemény. Állok 40 perk, és összesen van annyi. Hát... jó játékot. Nincs ezzel a baj.
Ja várjál, meg úgy készültem, hogy baszki gumicsizmában minden, hogy itt majd nekem meg kell keresni a pontokat, az fel van jelölve. Ja, hogy ilyen nyomokat kaparták a fát. Húha. Várj, ennek a fele se vicc. Hát de misi? Várj egy pillanat. F. Megnyomod az F betűt még, ha se azt elmész reggelizni, ebédelni, elmész megnézni egy filmet, az kikussza ez magát. Hát most ne viccelj már. Ezt ott az achievement-ed. Fogod, mit tudom én. Berakod olyan helyre, hogy azért menjen is. Tessék, itt ez a szakasz. Ezt elküldöd oda. Szerintem ezek medve támadások, nem? Mert ez a előbbi fán, ez a nyom, ez medve támadás, medve karom nyom volt, szerintem. Úgyhogy szerintem medvére kell vadászni, srácok. Ami nem baj. Honest, leave the area, azt mondja, it's what I fear the most, ez amit a legjobban féltem, a week ago I was hunting a bear, mondtam, emedve. And this one I saw was the most majestic I've seen in my entire life. Szóval, hogy egy héttel korábban medvér vadászott, és hogy amit meglátott medvét, az ilyen varázslatosan, olyan, hogy is mondja, olyan lenyűgöző volt, amit egész életében még most látott először. It was a sloppy bear noticed me and got scared, but I was thirsty and took the shot anyway. Igen, hogy a medve meglátta és elijedt, de hogy mielőtt így ez megtörtént, még egy lövés leadott rá, nem sikerült megölni, csak megsebezni. It's causing him terrible pain and making him lash out and attack any animals. Ja igen, hát hogy most ilyen borzalmas fájdalmat érezhet, és így ugye megvadult, a lényeg az, hogy minden állatra rá támad, ami mozog. És emberre, azt írja. I tried to hunt him down, but it almost cost me my life. I don't regret dying, I only regret hurting the poor animal in my moment of greed. Please stay out of Cascade Forest until professional can take care of the situation. Ja, hogy mi gondoskodjunk, megkért, hogy mi gondoskodjunk erről a történetről. Look your grandfather in the eyes. Oké, nem tudnék belenézni a nagyapád szemébe, hogyha bármi történne veled. You're welcome to judge me for my action. I will for the rest of my life. Busting Dustin. Oké. Okay. Mit elbaszott, azt lényegében nekünk kell erre hozni. Harvest agresszív bér. Ó, na. Medve. Az nem rossz egyébként. Ez a puska meg jó is hozzá. Ugyebár idő 12 óra lesz.
12 óra, akkor ezek hol hesszelnek? Pihenő és ajzé között, kajázós rész között. Csak ugye itt ezen a részen kell levadászni. Azt mondja, ide-oda egy kérdés, Provence 100K-ért van nálad játékválasztás, az lehet bármilyen game, vagy csak azok közül, amiket terveztél. A bármilyen game az azt jelenti, lehet, de nem lehet MMORPG játék például, nem lehet olyan, aminek nincs vége, sztori alapúnak kell lenni, meg ami már a YouTube-on szerepel, az nagyon legyen. Na. Jók vagyunk. Várjatok. YouTube csatornámon a végjátszások között, ami nem szerepel. A Devil May Cry az melyik? Jaj, kiindulva ebből a izéből, ebből a Biatekem Souls 10-ből? Azt elhiszem, hogy majd néznéd. Hogy abban is olyan rögzített kamerállás van, akkor felejtsd el. Régebbi gémek szoktak ezek lenni, azt az old CD-kén szoktam megvenni. De nyilván a lehetőségem jobban megvan rá, hogy visszaadom a pontot és nem vállom be az adott játékot már. Olyan is volt már. Olyan is volt már. Srácok, nem megyek közelebb. Nem megyünk közelebb, mert Maci Laci elijed. GTA 6, azt fogod játszani? Hát biztos, meglátom. Valószínű, igen. Aztán jött eszembe a Far Cry 3-at, hogy bírtad működésre a korlimitáción. Kívül változtatta működésre, Jimmy, úgy játszottam végig a Far Cry-t, hogy majdnem agyfaszt kaptam, majd ha belenézel, azt láthatod is. Méterenként kifagyott a játék. Azt még emlékszel, a Klauk érte ki. Egyébként a Far Cry 3 az egy kurva jó játék. Nagyon jól összekapott játék volt annó. És máig is szeretem, csak az Ubisoftot gyűlölöm, hogy nem tudják a patcheket így tovább tolni a új gépekre, meg az új rendszerekre. Mert úgy szarnak rá.
ugyanez a izére is érvényes, az Assassin's Creed-ekkel is, mit az a régi Assassin's Creed 1-2-ben, mit össze szoktam, hogy az működjön a izén, a gépen. Hogy el se hiszed. De a store-ba bent van, megvásárolható ugyanúgy, csak az nincs odarakva, hogy hát működni már nem biztos, hogy fog. Úgyhogy igazából nem tudtam rendesen működésre bírni, nem mondom neked őszintén, Jimmy, mert esett kelt a játék, folyamatosan szaggatott, droppolt az FPS-t, akadt, kifagyott, hú, nagyon rossz volt végtolni. Spélpa egyenlegről sem fogadja el a mocsok, pedig csak próba terhelést csinál. A GTA-kat egyébként visszatérve szavalom, hogy én szerettem, úgyhogy nem kizárt, hogy fogom tolni a hatos, sőt, biztos, mert hát is streambe már tudod. Nekem az 5 az kimaradt, amikor az 5 megjelent, nem volt olyan gépem, hogy azt toljam, aztán úgy el is engedtem. Nem csak PS5-en, az új PC-ken se jó. Ja, a 3 az egyik legjobb, igen. Bassza meg. Ez lehet az amúgy, szerintetek? Valószínű ez az, amelyik elijedt. American Black Bear, de azt tudom, hogy ez az, akit keresünk. Agresszív bér. Majdnem, még nem. De hát nem jelent semmit, mert ugye területen belül vadászatok olyan már volt, hogy nem a területen belül volt adott állat. Na nézzük. Itt vannak a nyomok. Ebben nem tudom, hogy melyik lesz most. Lehet, hogy külön izének lesz megnevezve agresszív bérnek. Már a területen belül vagyunk.
Nagyon kire. Nem tudom, bazeg. A baj, nem... Szegény, de igazán elmenne a kedvem a fejlesztéstől. De mire mondod? Miért menne el a kedved a fejlesztéstől? Válaszolta. De miért? Várjál, de le vagyok maradva, hogy mi lesz a GTA 6-tal, hogy... Ja, mert most nem értem, tudod, hogy mire írtad. Nem várom. Ronek, fúj, nyomot vagy maga után, az nem hiszem, hogy agresszív. Basz. Lék miatt egy órányi kiszivárgott szem. Ja, Jimmy. A Diablo 4-ből is kiszivárgott, az direkt szivárogtatják ki. Hype. Korhoi, szia, szia. Szerintem hype. De ezt én gondolom így, nem biztos, hogy így van, de nekem mindig fura, hogy hirtelen belső üzéből tudnak lopni zárt gameplay-eket, meg azt ki tudja. Biztosan a takarítónő, hogy dugja be a pendrive-ot, azt vágja ki a videót, és akkor hozza ki, hogy itt van Nestek, hanem az belső direkt kiszivárogtatás. Csak utána generálnak egy hírt, és akkor bocskos nagy izé van. Ugye ez ugyanolyan, hogy van egy szalagcímed, és azt... Mit tudom én, csinálsz egy jelentéktelen YouTube videót, és adsz neki valami brutális címet, ami nincs is a videóban, de a brutális cím miatt ráfognak, ugye ezt hívják clickbaitnek. És rá fognak kattintani, mit tudom én, lehet 80 ezer megtekintésed a cím miatt. Sokan csinálják ezt, aki a YouTube-on például fel akar futni. Ugyanezt csinálják szerintem ezek a izék is. Elindítanak úgymond egy hype lavinát ezzel, mert mondjuk teszem, az fél év kell a megjelenésig, és akkor abban a fél évben meg fel lesz mocskosul hype-olva, és elér a világ legutolsó sarkába, szegletébe is a hír, és azt várják, hogy majd több példányt sikerül eladni. Nekem így ez a tippem erre. De nem biztos, hogy így van, csak szerintem ez ilyen direkt kiszivárogtatások. USB-s porszívó. Amúgy a Diablo 4-eset megnéztem, én nekem nagyon várós lesz. Azt nagyon sokat fogom itt tolni. És ilyen elképzelhető, nem vagyok annyira naív én sem, viszont én, aki az iparon be akar szállni, azon vagyok, nem örülnék. Ja, értelek. Ja, te programozó vagy, fejlesztő? Elvileg még az FBI is nyomoz ebben az ügyben. Hát... Nem tudom. Állítólag a múltkor kikötött egy amerikai anyahajó a Balatonba, de nem tudom, hogy látta-e valaki. Ugye? Hát gyerekek, én ezt a medvét lehet, hogy meglövöm, vagy nem tudom, mert az egyetlen medve van itt, azt elkerültük. Láttam ki. De jó, amúgy csak poénkodok. Hát franc tudja, tényleg nem tudom. Attól függetlenül belophatták. De amit általában beszoktak lopni, azt el is szokták halasztani. Pajatek, szia! Szia, szia! Lőjük ki őt!
Nagyon-nagyon kéri a golyót, én azt hallom. Tényleg üvölt a golyóért. Menjük, azt lőjük ki őt. Kérjön rajtam, fagyok a 3D karaktermel, amiről menten, hogy dolgozzak ide-oda, csinálom a referenciákat, stb. Na, akkor majd Jimmy, szerezhetsz nekem játékkulcsokat kipróbálásra. Medve nehéz. De Diam, milyen medvét keresünk ki? Van ráírva, hogy ez az izé? Ez a... mindent elpusztító tömeggyilkos medve? Vagy valami? Harvest the aggressive bear. Hát az a küldetésem, hogy egy agresszív medvét szedjünk le a területen belül, és egyetlen egy medvét látok. Azt ott. Na, akkor mindjárt adunk neki egyet, aztán kész. Hát... oda csörgök neki még kétszer, azt utána meg oda csörgetek neki egyszer. Mint kidugja az orcáját a bokrok közül, már kapja is a smiley-t. Ha hozzáérsz az ételéhez, nem ő agresszív. Ő is medve pofontad? Na, ez az, amikor cserkészik a medve. Az is a cammok szerint, amit nem begörnyed hátta a puskával a kezébe. Lábújhegyen lopakodik. Bazd meg, ez itt van. Normális vagy? Üssed! Ó, a smola vontos, nem jó? Na, ez már biztos jó. Mi? Na, így biztos jó lesz. Azt a kúr, mint akit puskából lőttek ki. Dőljél már be, füles, mi van? Hát az, az nem. Látjátok, micsoda mountom van? Oda néz. Medve lovaglás. Hát, utána meg szit átrakok egy zébe. A blokkpárkányban nem úgy van az.
köpi már a piroskát. Medve vele követés. Nagy franc vagy te! Aha! Már értem, mit szoktatok csinálni a fa alatt. Ennyi. Amúgy aranyos. Erikám, miért look fresh a kurva életben? Look fresh, bazz. Oh. Te. Jó napot, maga hova megy? Baj, emberek, hát ez elteleportált, what? Öreg, van ám itt erő. Az igen. A szegénynek jót tett a gumibogyószörp, látom. Előtt a medve a hype vonatra. Mi a kecsú? Várjál, az már egy másik. Az egy mél. És mi fiú miatt lőttünk, nem? Nem, mert tudja tököm mit lőttem, de... Állj már meg, Dezsőke! Mi van? Hát én már egy semmit nem értek. Áh, itt van. Nos, drága barátom. Milán, hello, hello, kösz szépen a hídet.
Sziasztok! Köszi szépen a hídet! Mizu! Hogy sikerült a game, végvitted? Stalker P, szia, szia! Oké, okay, az első shot az... azzal lesántítottuk. Ahhoz képest elég gyors volt. Chapter 15. Jó hangzik. Kapott a tüdő is, a második lövés az viszont egy artéria volt. Ez nem az volt a medve. 25 a vége? Az fasz, akkor el leszel vele még. Csillezgetünk, beszélgetünk, nem megy rosszul igazából, de most így rájöttem, hogy nekem erre van szükségem, mert egy pontom lehet, hogy olyan hetem van, hogy semmi nem akar úgy menni, hogy szeretném, aztán inkább hagyni ki. Remove. Már vissza a csatamezőre. Ja! Nem tudom, hogy éjféltől szerinted aktív lesz, mert én lehet fennmaradok, azt megnézem még. Kíváncsiságból, hogy mi a helyzet. Hát tényleg kétszer beszart a medve most így a végén. Amúgy. Na hát... Nem tudom, hogy hol lehet ez a medve, de itt volt egy mély medve is. Az előbb, és... az sanszosabb nekem egyébként, mert ez most jány volt. Ja, valószínűleg igen, csak... Úgy. Mint a, lehet fenn van a fán, baszki, most itt ott eszembe, a medve az fel tud menni a fár. És felmász a lombok közé, azt így a fa meghajlana, mint az U betű. Fázik. Oda nézz. Medvezabb a helye. Ott vagyunk, meg is jöttünk. Itt szokott bandázni a madbe. Este 7 a release, holnap. Rohadjanak meg. Nem baj. Nekiállok, azt én tolom szerintem egy jó darabig. Te meg addig tudod nyomni a Solstice-t úgyis, nem? Mert akkor igazából úgy még lesz előtte időd, vagy nem tudom mikor kezded a streamet. És még kitalálok valamit, befejezem majd a rókás játékot szerintem.